Ünnepélyes keretek között tartották meg Budapesten a Stefánia palotában a 175 éves a Magyar Honvédség fotó- és videópályázat kiállítással egybekötött díjátadó ünnepségét, mely a Honvédelmi Minisztérium szervezésében valósult meg. A beérkező közel 60 pályamű változatos tartalmi, formai és technikai megoldásokkal mutatja be a választott témát. A nagy közönségnek szóló nyílt pályázati felhívásra kollégánk, a Hegyalja Televízió operatőre, Gánóczi Gábor is benyújtotta pályázatát videó szekcióban két pályaművel, ahol az Egy klarinét örökre elcsendesedett című kisfilmjével harmadik helyezést ért el. A jelenlévőket dr. Czerman János, a Honvédelmi Minisztérium stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára köszöntötte, majd átadta a díjazottak részére az elismeréseket. A helyettes államtitkár beszédében kiemelte, a Honvédelmi Minisztérium mecenatúra pályázata egyike a tárca egyik legrégebbi több mint két évtizedes kulturális hagyományainak, melynek a legfőbb célja, hogy a honvédelem nemzeti ügyét és a Magyar Honvédség szolgálatát, a szervezet által képviselt értékeket művészi alkotásokban jelenítsék meg. A felhívás hosszú ideig elsősorban képzőművészeket szólított meg, idén azonban korunk népművészetét, a fotó és videó közkedvelt műfaját választottuk. Tettük ezt azért is, hogy a felhívásunk révén minél szélesebb rétegekhez eljutva ösztönözzük a tehetséges fotósokat és médiatartalom készítőket, hogy megmutassák, hogyan látják a Magyar Honvédség múltját és jelenét, valamint lehetőséget kapjanak, akár személyes, családi kötődéseik bemutatására is. 2023-ban ünnepelte a Magyar Honvédség születésének 175. évét, amely a tavaly októberben kiírt mecenatúra felhívás témáit is adta. A most díjazásra és kiállításra kerülő pályaművek közös üzenete a múlt és a jelen értékeinek egymásba kapcsolódását, elválaszthatatlan egységét hirdetik a magyar haderő történetében. A pályaművek szakmai elbírálásában olyan neves személyiségek vettek részt, mint Kaiser Otto fotográfus, aki a zsűri elnöki tisztségét is erősítette. Tulajdonképpen azt vártuk a pályázóktól, hogy úgymond kreatív képeket küldjenek be. Ennek eleget is tettek, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem volt elég egy-egy jól sikerült képet elkészíteni, hanem elő kellett készíteni, elgondolkodni, utómunkával még tökéletesebbé tenni, és ez én úgy látom, hogy a pályázóknak remekül sikerült. Én azt gondolom, hogy bármely fotópályázatnál el lehet mondani, egy szempont van. Engem ne engedjen tovább a kép. Hadd álljak meg, hadd gondolkodjak. Ha az hat rám, akkor az egy jó kép, hogy milyen műfajban készült, szinte mindegy. Persze vannak a pályázatnak kiírásai, vannak szabályok, amiket be kell tartani, egy kicsit néha nem baj, hogy átlép rajta egy-egy mű. Gánóczi Gábornak operatőrként és helytörténészként is nagy örömet jelentett, hogy pályamunkáját országos videópályázaton ismerték el. Én rendszeresen bújom az ilyen pályázati lehetőségeket, ahol videópályázati lehetőségek vannak. Megtaláltam a 175 éves magyar haderő tiszteletére kiírt pályázatot, és zseniális húzást találtam benne, mert beletették az emocionális vonalat. Megadták az alkotóknak azt a lehetőséget, hogy olyan oldalról közelítsék meg a 175 éves magyar honvédelmet, családi történeten keresztül. Tehát tulajdonképpen ez nekem egy óriási lehetőség volt, hiszen a családunkban máig fájó pont, egy nagybátyám elvesztése 1942-ből a II. Világháborúból, és ezáltal a pályázat által egyfajta emléket tudtam neki is állítani, és ez egy külön öröm volt, hogy ezt díjazták is. Az ünnepélyes díjátadó rendezvényt követően a jelenlévők a Stefánia galériában megtekinthették a zsűri által kiválasztott fotó- és videóalkotásokat.